Régóta várt álom valósulhatott ma meg, hiszen beszerelték a legmodernebb technológiával rendelkező 4 k vetítőgépet a Ceglédi moziba. A George Pál filmszínházat üzemeltető Ceglédi TV KFT még tavaly nyújtott be kérelmet a fenntartó önkormányzatnak, melyben támogatást kért vetítőgép cserére, hiszen az eddig használt gép egyre rosszabb állapotban volt már, csökkent a fényereje, és ezzel a mozizás élménye is. Az új vetítőgépre mintegy 29 millió forintos támogatást adott az önkormányzat. A járványhelyzet miatt azonban alkatrész hiány alakult ki, így hiánycikké vált ez a berendezés. A külföldön gyártott gép nemrég készült el, és most meg is érkezett a moziba. A vetítőgépet beszerelő cég munkatársa az új gép paramétereiről is beszélt. Az előző gép az még egy régi technológiás xenonézós gép volt, ez már a legújabb technológiás RGB lézervetítő 4K felbontással. Amit még szeretnék kiemelni, hogy Magyarországon ebből a vetítőből összesen a kisartmozik közül kettő darab üzemeltet ilyet, mint amit itt is a vetítőterembe, a, és ez, ez a mozi a második ebbe a 4 k vetítőbe RGB lézerrel. Mindemellett az üzemeltetési költségekben is jelentős a különbség. Ennek a fogyasztása, ennek a vetítőnek ez körülbelül az egyharmada annak, ami az előző vetítő volt, és ami még nagyon fontos, hogy a, magát a vetítőgépben nem kell izót cserélni, mert ez egy lézer technológia, és körülbelül 40 ezer óra az, amit bír vetíteni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha 10 évig folyamatosan megy, akkor sem kell plusz költséggel izzót vásárolni, hanem, hanem ez az üzemeltetési időben benne van. Az új vetítőgép péntektől üzemel majd.